Támogatónk az Antikolik cumi süvegek forgalmazója AMA. Sejmesen lágy szívóka és önsterilizáló funkció. Egy órán keresztül zokogtam, és mondtam, hogy ennek most ki kell jönnie. Látszik, mindenkinek bele kell futni pár ilyen nagy pofonba, hogy valahogy így felnőtté váljon. Nem ez szerint szelektál az élet. Én nem vagyok különb, mint az a másik, akivel ez megtörtént. Kiderült, hogy ő kislány. Akkor egyszerre, tehát nem tudom, összeállt a mozaik darab. Ez az ő az. Ha haragszunk rá, akkor elmondjuk mind a kettőt. Lídia, Janka, mit műveltél? Ő mindenhez úgy gondolja, hogy ért. Eljött mindenki. Okay. Megnéztem, és a dokinek tényleg nincsen két hét múlvára időpontja. Igen. És az pont a szülinapom. És ha nincs, akkor péntek reggel hívjam fel, és menjek az ebédszünetbe, vagy este. Csak hát ő nem tudja, hogy milyen ott elfogadhatok, nekem ez így nem jó. Szerintem tudja. De nem, azt mondta, hogy sok szabad időm van. És hogy ezért... Tudja, hogy elfoglalt, hogy azért viccelődött vele. Ja, azért viccelődött? Akkor ezt nem értettem. Azt mondom, holnap mit fogok enni? Nem tudom, nem maradtuk? Nem. Hát, de csak valami még maradt. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk Timivel a konyhájába, beengedett bennünket. Timiről azt kell tudni, de szerintem most már mindent tudtok róla, hogy szivárvány anyuka vagy szivárvány babának az anyukája lesz, aki itt van a Lidus, aki második baba, és Pilatesszel foglalkozik, blogja is van, a Lelkem Szottya blogot vezeted. Berendeztétek gyönyörűen ezt a szobát. Van egyébként ilyen félelem, mert sokan azt csinálják, hogy tudom én, amíg legalább 28 hetes nincs a gyerek, vagy 30, addig nem vásárolnak semmit. Nem, mert ugye nekünk, mivel hogy az előző kisbabát a 21. héten elbúcsúztattuk, és addig mi nagyon féltünk, tehát addig ez szerint az elv szerint voltunk, hogy mindig várunk még egy hetet, még egy vizsgálatot. Ezt megfogadtam, hogy a következő kisbabánál semmilyen nem lesz, én nem fogom magam ilyenekkel korlátozni. És hát gyakorlatilag... Azt hiszem az első, az volt, hogy a 16. hét környékén tudtuk meg, hogy kislány, és az nekünk akkora ilyen visszajelzés volt, hogy akkor ez ő, akire így vártunk, és akkor elmentünk az egyik ilyen bababoltba, és megvettük az első kis rózsaszín padit, és onnantól kezdve így elbúrjázott ez a dolog, és mindig amire úgy szükség volt, megvettük, és nem gondolkoztam ezen, hogy ez most szabad, vagy nem szabad. Úgy voltam vele, hogy az előző babának semmit nem vettünk, és most, hogyha mostaninak veszek, és vele is történik valami, akkor mi van? Akkor ezek csak tárgyak, majd elpakolom őket, vagy odaadom valakinek. De az az öröm, hogy én oda bemehetek, és azt megvehetem, és hazahozhatom, az nekem akkor is megmarad. Egyébként eszetekbe jutott ez a dolog, hogy esetleg a második papával is lehet hasonló történet? Vagy hát, hogy nincs igazság, hogyha ez... Persze. Mert hát az elsőnél sem gondoltuk, hogy bármi történik. Én legalábbis teljesen nyugodt voltam, tehát én... Abban hiszem be voltam, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, itt semmi baj nem történt. Ráadásul azonnal összejött. Igen, így van. Igen. Úgyhogy ez egy teljesen letaglózó élmény volt, és hát azóta persze tisztában vagyok vele, hogy ez nem így működik, hanem bármikor bármi történhet. És akkor a 21. héten nagyobb volt a para, mint előtte? Vagy hát, visszahoz ilyen emlékeket? Ez hát izgultunk nekem, nagyon, igen, meg nekem egyébként addig, amíg meg nem tudtuk, hogy kislány, tehát nekem bennem sok ilyen emlékbetörés volt, meg ilyen félelem, ami elég előjött volt, hogy tévében néztünk ilyen kórházas sorozatot, és történt benne egy hasonló eset, és én egy órán keresztül zokogtam, és mondtam, hogy ennek most ki kell jönnie, mert benne volt ugye most a kislánya hasamba, de mondtam, hogy bocsánat, Lidus, de hogy ez nem rólad szó, de ennek muszáj kijönnie. És akkor a 21. héten, hát megmondom őszintén, én bennem azért, mert hogy tudtuk, hogy ezt a kislányt várjuk, és tudtam, hogy milyen munka vezetett ideig. Tudtátok, hogy ezt a kislányt várjátok? Hát nekem már az előző terhességnél is egy kislány benyomásom volt, és én a Lídia nevet, azt tudtam, hogy így fogják hívni. És aztán, amikor az előző terhességnél a kisfiútól így búcsúztunk, akkor az egyik ilyen folyamatban szintén a kislányt
láttuk, vagy éreztük, vagy, vagy ez a benyomás lett, hogy kislány fog jönni. És amikor azon az ultrahangon kiderült, hogy ő kislány, akkor egyszerűen, tehát nem tudom, összeállt a mozaik darab. Ez az ő az. Igen, tehát hogy ez ő az, akit vártunk, és hogy a kisfiúval volt egy kitérő, és neki is volt dolga, és ez az egész így, ahogy volt, ez kellett, vagy nem tudom, de hogy most úgy a kitérő után úgy sínbe kerül. És nem azt mondom, hogy a 21. héten nem féltünk, mert hát emlékszem, hogy sokat is kellett várni, és mondtam az orvosnak, hogy ne legyen csönd, mindent mondjon, onnantól kezdve, hogy elkezdi csinálni Ágoston, a kabátját se vette le. Valójában én ugye szívem mélyén nem gondoltam, hogy még egyszer megtörténhet. Tehát, hogy ez valóban, tényleg előfordulhat. Uh-huh. De ugyanakkor meg nyilván meg volt a tapasztalat, hogy amúgy igen, hát előfordulhat. Ez ilyen kettős, fura. Uh-huh. És most már felhőtlen a boldogság? Vagy még mindig azért van egy kis stressz bennetek? Mert azért mindig csak 35 hetes, tehát... Nem, hát ti mind nagyon ilyen spirituális lélek, én meg nagyon ilyen realista vagyok. Uh-huh. Úgyhogy innentől kezdve ez így beleégett a tudatomba és a programomba, hogy a hiba lehetőség mindig benne van. Úgyhogy szerintem nekem már így soha nem lesz felhőtlen, vagy hát mindig ott fog motoszkálni egy ilyen hátsó gondolat, vagy egy ilyen... És ami előtt megtörtént, előtte viszont abszolút nem, mert soha nem volt ilyen élményem, meg hát nem így nőttem föl, nem, nekem se ezt mesélték a szüleim, hogy ilyen előfordul, meg nincsen semmilyen tapasztalatom ez egészről. Uh-huh. Úgyhogy teljesen készületlenül és váratlanul ért a dolog. Úgyhogy az ilyen kis boldog naivitásból nagyon gyorsan kirángatott. Lettél felnőtt, vagy férfi hát, ilyen szempontból? Vagy a... Hát igen, uh-huh. Nekem igazából nem nagyon voltak olyan nagyon rossz élményeim eddig így az életemben, úgyhogy szerencsés vagyok. És igen. Úgy látszik, mindenkinek bele kell futni pár ilyen nagy pofonba, hogy valahogy így felnőtté váljon. Vagy másképp kezdjen gondolkozni. Na de hát a következő történt, ez nem, ha addig nem történt ilyen, és egyszer van egy ilyen, akkor a következőben miért történne? Hát amúgy ugye tudjuk, mert hogy ez a, egy volt a, nem is tudom, az 30 ezer, ez vagy 500 ezer, vagy nem tudom, az esély, tehát abszolút nem jellemző, hogy ilyen azért nagyon kevés esélyetek van, hogy bármilyen legyen még. Igen. De egyébként, tehát az előzőnél tényleg azt gondoltuk, hogy mi egy értelmes, fiatal pár vagyunk, akik tudatosan élnek, mindent megtesznek, ezek nem velünk történnek, nem az ilyen emberekkel történnek, mint mi, hanem a nem tudom kivel. És szerintem erre mindenkinek van egy koncepciója, hogy csak azt ütél az autó, aki nem néz szét, csak azt kap szívrohamot, aki túl stresszes. Majd, amikor ez velünk megtörtént, akkor ez kitágította a látókört, hogy nem ez szerint szelektív, tehát az élet, én nem vagyok különb, mint az a másik, akivel ez megtörtént. Uh-huh. Nyilván vannak bizonyos dolgok, amit megtehetek, hogy mondjuk egészséges legyek, vagy egészségesen fejlődjön a babám, de az, hogy éppen azzal a két sejttel ott mi történik, az nem azon múlik, hogy én mennyire vagyok intelligens, mekkora terveim vannak, láttam-e a világot, mennyi pénzem van, vagy bármi ilyesmi. És bár ez akkor óriási pofon volt, de én személy szerint úgy érzem, hogy ez engem fel is szabadított az alól, hogy nekem hibátlanul és tökéletesen kell élnem. A maximalista, te nem vagy maximalista. Hát, én abszolút az vagyok. Ő is, csak te reális maximalista vagy, hát te pedig igen. Spirituális hát, maximalista. Hát én nem tudtam már képzelni, főleg, tehát Timi az annyira fit és egészséges, és annyira odafigyelt, uh-huh. hogy mit eszik, nem úgy, mint mások, tehát akik ugyanúgy mondjuk dohányoznak mellette, kávéznak, igen. nem figyelnek az étkezésükre, hanyagolják magukat. Tehát arról beszélgettünk, hogy ez a gyerek lesz a világ legegészségesebb gyereke. Olyan előnnyel indul a többiekhez képest, mert egy olyan stram, egészséges szervezetben fejlődik, hogy ami nagyon ritka, és semmi köze és nem, hozzá. Nem volt rá garancia. És dühös vagy a sorsra egyébként? Nem gondolnám, hogy dühös vagyok. De csak így alakult. Ezt valamiért ezt meg kellett élnünk. Semmilyen negatív érzése, vagy dühvel, vagy ilyen nem tudok erre gondolni.
arra, ami megtörtént, mert igazából amúgy meg annyit profitáltunk belőle, tehát hogy személy szerint én, hát Ágoston maximum el tudja mondani a saját részét, de hogy végül is itt vagyunk, és nem húzott ez minket le. És hát nyilván nincs ennek miért célja, hogy kivel milyen tragédia történik, de szerintem bármelyikből ki lehet jönni. Hát megtanultál egy technikát. Hát valamit, igen. És mondom, ami számomra a legnagyobb tanulság az az, hogy meddig terjed az én felelősségem, vagy hogy nem, én nem hibáztathatom magam éveken keresztül, hogyha bevettem volna azt a vitamint, vagy ha nem vettem volna be azt a vitamint. És utána ebben a terhességben sokkal inkább úgy voltam vele, hogy képes voltam jobban az ösztöneimre hagyatkozni, a vágyaimra, az érzéseimre, hogy én nem pánikoltam, nem olvastam el mindent, hogy most ezt érzem, azt érzem, ezt kéne szedni, azt kéne szedni, hanem egyszerűen csak úgy tudtam csinálni, hogy jól esik. És kontra az előzőnél, ott meg minden. Mert ezt hibátlanul kell csinálni. És azért ez egy óriási különbség. Váltás, igen. No, hát jön a Lidus. Hogy lett Lidus a Lidus? Hát ő Lídia Janka, tehát neki ilyen nagyon komoly és hivatalos. Ti minek Lídia, nekem Janka? Hát ezt nem tudjuk, így osztott. Nem tudjuk Ágoston, hogy fogja hívni. Múltkor valamelyik nap kérdeztem tőle, és azt mondta, majd meglátjuk. Hát, én meg kitalálok valami különbec a nevet. Na hát, és akkor ezt mondtam, valahogy dőlőre kell jutnunk ebbe. A Lídia az nekem megvolt, és ott azzal kapcsolatban csak az volt, ami így bevillent. Nekem nagymamámat hívták Lídiának, de nem kifejezetten ezért, csak valószínűleg ismertem a nevet, hogy ez egy olyan komoly név, de olyan szép. Tehát, hogy a Lídia Janka, ő egy valaki lesz. Nem egy akárki, ez neki kell egy olyan név, ami úgy hordoz valami tartalmat. Amúgy nincs a névnek kifejezett jelentése, meg ez nem is számított. És akkor ezt már a kisfiúnál is én emlékszem, mondtam, még nem tudtuk, hogy kisfiú, és mondtam, hogy én már tudom, hogyha lány lesz, akkor Lídia lesz, de ugye ő kisfiú lett. És aztán, amikor már itt tudtuk, hogy jön a második baba, meg hogy lány, akkor egyszerűen a Lídia mellé csapódott a Janka. Nem gondolkoztam, meg nem néztem ilyen leírást, hanem... De a Jankát is te mondtál? Én, igen. És akkor apa meg igenelt? Igen, az nekem tetszik, az olyan aranyos. A Janka? Olyan kedves, igen. A Janka kedves, a Lídia komoly. Igen, az meg komoly. Na, de hát akkor lehet, hát ilyen lesz, ilyen félig olyan. Na, majd akkor sokat fognak rajtokat nevetni, amikor a gyereket hívjátok, és különböző névek. Igen, és ha haragszunk rá, akkor elmondjuk mind a kettőt. Igen. Lídia, Janka, mit műveltél? Ez a lényeg, hogy most ezt azt az egészet sokkal ösztönösebben csináltuk. Tehát például a kis ágy az úgy dölt el, ugye ez gurulós, és oda tudjuk tolni a ágyunkhoz. És ez abban maradtunk, hogy én nem is láttam. Én nem akarok éjszaka átcsászkálni, hanem szeretek aludni, hogy akkor legyen ott a közelbe. És a másik praktikus dolog szerintem, hogy ezt az egészet bárhova tudom húzni. Tehát ha én mondjuk szeretnék főzni a konyhába, ugye nekünk ilyen ott a nappal, és akkor oda viszem. Tehát bárhova, és akkor mindig szem előtt van, ha úgy szeretném. Szóval szerintem ez praktikus lesz, de hát igen. Még a tapasztalat nem tudok beszélni. A másik, amire egyébként én felhívnám a figyelmet, mint pilates oktató, hogy pelenkázó legyen megfelelő magasságú, mert a gerinc betegségek nagy része az ebből a görnyedő életmódból van, ami babával meg még gyakoribb. Szóval az nekem fontos és volt, hogy olyan... És is tud, akkor ha nagyon magas apukáról van szó, akkor oda hát, tud menni, és akár, igen. Ugolóállásban. Tehát, hogy az úgy voltam, hogy a pelenkázó az legyen jó, meg elég magas. Hát és ennyi, mert gyakorlatilag ennyi cuccunk van. Hát jó, hát a hordozókendője is van, mert neki ilyen rugalmas, meg van a babakocsink, ezzel már negyedikén lakunk, és nincs lift, úgyhogy... És hát most össze fogsz pelenkázni? Persze, már ezt is próbáltuk, ilyen kis babát. Igen. Nem tűnik nehéz. Hát igen, ilyen szülés felkészítőn. Hát ő mindenhez úgy gondolja, hogy ért, úgyhogy remélem, hogy tényleg így lesz, mert nagyon profinak tűnik ezekben a dolgokban.
Ettől nem rettegek egyáltalán. Nem, nem kezdes. Csak a szülést. Csak a szülést. Amit ráadásul én dönnálok. Igen, tehát hogy... Hogy túl vagyunk onnan már... Utána neki. Igen. Szó szerint. Egyébként az a legjobb nyugtató szerintem, amikor apukát kell dicsérni, meg nyugtatgatni a szülőszobában, hát, nem? Mert nagyon, igen. Bár az egy más állapot. Úgyhogy jól megnézzük, majd legközelebb ott találkozunk.